Kakasd abban a szerencsés, mondhatni kiváltságos helyzetbe került, hogy kétszer egymás után fogadhatta a hazai nosztalgia foci legkelendőbb alakulatát, a Dárdai Tímet. Egy olyan öreg fiúk csapatot, amely az elmúlt másfél évtized csupa szerethető ismert magyar focistáit vonultatja fel, amely a téli és a nyári szünetben különböző meghívásoknak tesz eleget. Kakasdal elindult a 2020-as nyári szezon is a Dárdai Tímnek. Kétszer ugyanarra a helyre nem megyünk, de mivel tavaly nagyon rendesek voltak, idén is időbe szóltak, így a Baki elkötelezte magát, szívesen jövünk, tavaly is jól éreztük magunkat. Vagyunk annyian, hogy elosztjuk, ugye, mert rendszeresen mi nem focizunk, ilyenkor nyáron, ilyenkor oda kell figyelni, ne sérüljünk meg, jó hangulat legyen, tehát nem a győzelem a fontos, mi már játszottunk ilyen meccseken, nagy arányú győzelmet, ki is kaptunk ilyen mérkőzéseken, nekünk nem ez az a lényeg, hogy együtt vagyunk, meg itt egy jó környezetben, jó a pálya, klassz lelátó van, jó emberek, jó szívű emberek, és ilyenkor szívesen jön az ember. Ebbe a csapatba éppen a pozitív emberi tulajdonságaik miatt be tudnak kerülni csak megyei szinten futballozók is, akik közül többen az összmagyarság évenkénti amerikai tornáján, az Árpád kupán is részt vesznek. A Dárdai Tím menedzserétől, Bakalár Lászlótól, alias Bakitól, még a bemelegítés közben kértünk népsorolvasást. Egresi, a Palcsi, ugye Palcsi. Ott középen, és van ez az amerikai csapatom, és annak a magja is itt van. Tehát abból is 5-6 játékos azonnal mindig jön. Szélesi Gábor kivételével, aki számít, mindenki itt volt. A fehér testvérek, Egresi Gábor, Lisztes Krisztián mellett a középpályán vállalt szerepet a csapatkapitány idősebb Dárdai Pál, a Bundesligás Hertha legendája, korábbi magyar szövetségi kapitány is, aki mindhárom profi futballistának készülő fiát általában beveszi a csapatba. Előfordul, hogy már a Hertha első osztályú felnőtt csapatának keretéhez tartozó Palkó és a 18 éves Márton, valamint az U15-ben játszó legkisebb fia, Bence, egyszerre együtt szerepel apjukkal az éppen aktuális jótékonysági meccsen. Kakasdon csak a kicsi szerepelt, akinek egyébként a következő szezonban a Hertánál újra szerepet vállaló Dárdai Pál lesz az edzője. Nincs hiányérzete, amiatt rákérdeztünk, hogy csak az utánpótlásban kap újra szerepet a berlinieknél. Én kértem, azért leszek az U16-nak az edzője. Én nagyon komoly ajánlatokat utasítottam vissza. Én úgy vagyok vele, hogy tehát ebben a 2-3 évben, amíg a Bence is megnő, addig én nem szeretnék sehova igazán elmozdulni, ha csak nem lesz olyan, hogy az ember nem tud nemet mondani, de úgy vagyok, hogy a család a legfontosabb, amit most tudunk adni a gyerekeknek, az egy életre szól. Én nem akarok helikoptert, repülőt, én jól érzem magam a bőrömben, szívesen dolgozok gyerekekkel, ettől nem esik le a gyűrű az ujjamról, sőt, koordinátorként lesz egy csomó feladatom, úgyhogy meg lesz a terhelésem. Ez egy szép feladat, nincs ilyen stressz, itt nem kell orvoshoz járni, tükröztetni magad, vagy most baj van, vagy nincs baj a gyomroddal. Tehát ez teljesen más, ez egy szép munka, itt értékeket kovácsolsz, a gyerekeket próbálod arra az útra elindítani, hogy felnőttek legyenek, és profi futballisták legyenek. Ez egy szép szakma. Én ezt megtehetem, mert már van annyi mögöttem, hogy simán dolgozhatok az utánpótlásba. Az lehet, hogyha most én egy edző lettem volna, aki nem játszott ennyit a Bundesligába, aki nem úgy tudta összeszedni magát, hogy megvan az egzisztenciá, akkor lehet, hogy az összes ajánlatot elfogadom és megyek tovább, de nekem ez nem fontos. Nekem fontosabb a családom, a nyugalmam és az, hogy örömet leljem a bunkámba. És még a fociban is, noha egy-egy ilyen meccs már idősebb Dárdai Pált megkínozza, mint mondja, a dagadt boka legalább egy hétig garantált. De nincs annál nagyobb öröm számára, mint például gólpaszt adni legkisebb fiának, Bencének, aki ott centerben apja gólpasszából nem is egyszer vette be az ellenfél, nevezetesen a kakasdi öregfiúk kapuját. Cseppet sem mellesleg le a kalappal a kakasdiak előtt. Túl azon, hogy belopták magukat nagyon Dárdaiék szívébe, ennyi valóban kakasd, illetve ide kötődő öregfiút egy ilyen kis településen nagyon nehéz összehozni, kiállítani bárhol az országban. Ráadásul egy olyat, amelyik méltó partnere is egy ilyen veretes, még teljesítő képes játékosokból álló csapatnak. Felkértek bennünket, hogy ugye Baranya megyébe játszanak, menjünk át, de ez a sok utazás szombaton, ugye mindenki a munkából ér, vállalkozó, a csapatnak a kétharmad része, és ott helyet kell állni, ugye mindenki a pénzből él, így nem tudtuk fölvállalni azt, hogy Baranya megyébe induljunk az öregfiúk bajnokságba. Egyébként a játékos keret létszámba meg lenne. Ilyen hírbelő meccsekre bármikor készek. Van itt 4-5 olyan futballista, akik 40-50
válogatott mérkőzést lejátszottak, ugye a Lisztes, az Egresi itt van, a Dárdai, a Csabi, a Fehér Csaba. Azért ilyen futballisták eljönnek ilyen kis településre, mint Kakasd, mi nagy megtiszteltetésnek vesszük. A közös vacsorán tekintettel az étel osztatlan tavalyi nagy sikerére, az idén is kakasdi módon elkészített székelykáposzta volt a menü.